Áldás békességet kívánok! Isten igéje ma az apostolok cselekedetéről írott könyvnek a 14. fejezetéből szól hozzánk, annak is a 8. és a 9. verséből így. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra egyenesen. Ekkor a talpra ugrott és járt. Amen. Az Úr áldja meg az ő igények meghallását, igértésünket és az egész mai napunkat. Amen. Ennek a mai igének én az a címet adtam, három szót, a száj, a fül és a tett. A szájat azért, mert minden mindig úgy kezdődik, hogy az Isten szól, hogy megszólal az ige. Amikor az Isten megszólal, az Ige megszólal, akkor új élet jön létre. Így kezdődött a teremtés, és így kezdődik minden esetben az újjászületés. Az Ige, jól tudjuk, nem más, mint Jézus Krisztus. Ő az út, ahogy mondja magáról, ő vezet el bennünket a szabadításra, ő vezet el a gyógyulásra. Nem véletlenül mondta azt, hogy rajtam keresztül vezet az élet és az út az Istennel való közösségre. A fül, aki meghallja mindazt, amit az ige mond, az az ember, akit itt, akiről itt olvasunk, egy születésétől fogva beteg, egy születésétől fogva kiszolgáltatott ember, aki ettől nem megkeményedett a szíve, hanem valahogy talán fölpuhult és megnyílt jobban az Isten előtt. Volt füle a hallásra, volt érzékenysége a hallásra. Bizalmat szavazott Pál igényének, Pál szavainak. Koncentráltan figyelt arra, amit Pál apostol mondott bizalmat szavazott az igének. Az ige pedig hitet szült, a hittel pedig az Isten való kapcsolat jött létre, és ebből a kapcsolatból pedig létrejött a gyógyulás. És mi a tett? Hát a bátor mozdulás. Amikor Pál bátran megszólalt, hogy állj a lábadra egyenesen. Milyen bátorság kellett ahhoz, hogy kimondja ezt a mondatot egy születésétől fogva beteg embernek. És milyen bátorság kellett ahhoz, hogy a a beteg ember engedelmeskedjen ennek a szónak, és fölálljon, és kiegyenesedjen, hogy bízon abban a szóban, amit hallott. Isten igéje, és tett, így együtt gyógyuláshozott ennek az embernek a számára. Mind a ketten, Pál is, meg a sánta beteg ember is Isten akaratát cselekedték, képesek voltak ezt az akaratot megérteni, és volt bátorságuk ennek az akaratnak engedelmeskedni. Az evangélium mindig Isten cselekedetéről szól. Arról szól, hogy ő cselekedni akar ma, is az életünkben mégpedig gyógyító módon akar jelen lenni és cselekedni. Nem kell ez más, csak együtt kell vele működni, meg kell hallani, együtt kell vele lélegezni, és kell hozzá egy kis bátorság, hogy engedelmeskedjünk. Adj időt, adj koncentrációt, hozz egy kis áldozatot annak érdekében, hogy együtt tudj működni a saját életedben az Isten akaratával. Ámen.